Az idén éppen 100 esztendeje annak, hogy a trianoni békediktátum darabokra szaggatta a magyarságot. Idén 100 éve annak, hogy az első világháború után megszületett a Magyarországot szétszakító trianoni döntés. Ennek apropóján nyílt meg Gyulán az a fotókiállítás, mely az elszakított országrészek épített örökségét mutatja be. A Gyulai Művelődési Központ aulájában Görgényi Ernő polgármester nyitotta meg Bagyinszky Zoltán tárlatát. Felidézte Jókai Anna egyik írását, melyben a trianoni emlékművekről ír. Ezek többsége a veszteséget mutatja be, gyakran olyan testként, melynek levágták a végtagjait. Ez viszont a Kossuth-díjas író szerint nem jó megközelítés. A szerző ellenpéldaként Józsa Judit erdélyi születésű keramikus szobrászművész egyik művét állítja, mely egy családként, egy gyermekei kezét fogó édesanyaként jeleníti meg Trianon tragédiáját. És valóban ez a helyes út, hiszen lehet, hogy külön testben, külön országtestben élünk, de összekapaszkodunk. A 100 év magány, szülőföldön hontalanul című kiállítás képeit az alkotó Bagyinszky Zoltán több évtized alatt készítette. Az itt látható 43 munkát több ezer fotóból választotta ki. Fotós túrái során az egykori Magyarország valamennyi vármegyéjét bejárta. Csodálatos érzés itt lenni ezekkel a képekkel, szóval azért egyben látni a falakon ezt az egészet, az teljesen más érzés, mint hogy egy pár képet megnéznénk a televíziónak a monitorán. Tehát én azt hiszem, hogy szépen emlékezünk Gyula városa a trianoni tragédiára. A kiállítás február 19-éig látogatható.